Erőt, egészséget, kedves bajtársak! Itt a Galvel Game Channel, raptorölmeste szolgálatra jelentkezem, és mint ahogy láthatjátok, a Humanit Z-t fogjuk a mai nap folyamán jobban görcső alá venni, ugyanis korábban láthattátok itt nálam ugye a demónak a kipróbálását, és úgymond nekem megtetszett a játék, úgyhogy a mai nap folyamán rögtön le is csaptam, és ugye megvettem a játékot. Úgyhogy neki is ugrunk, ugye egy pár órája jelent meg a játék, ugye tényleg csak annyit játszottam is a játékkal, amennyit ugye a demóban láthattunk. Ugye ez egy ilyen felülnézetes open world survivor game, ugye posztapokaliptikus világban, és ugye a legjobb benne az, hogy akár online is tudjuk együtt játszani, tehát mint hogy láthatjátok, itt a multiplayer úgymond elérhető, de mi a mai nap folyamán a single player-t fogjuk megnézni. Kíváncsi vagyok, hogy mit tartalmaz a játék, ténylegesen ugye az építkezés és egyéb dolgok, hogy ez mennyire fog benne jól működni, illetve a bázisvédelem, stb. Ugye a szkenárió még nem elérhető, továbbra is Early Access-ben van a játék, tehát ugye 0.9-es verzió, úgyhogy reméljük, hogy szép lassan fogják fejleszteni, és jönnek hozzá még egyéb nyalánkságok. Ugye a gépigényét a múltkor elmondtam, hogy nagyjából mire kell számolni, hogy ide ismétlésképpen ugye az ajánlott egy i7-es processzor, 8 gigás videókártya, illetve nem 8 giga RAM és egy 6 gigás videókártya, bocsánat, de viszont egy 2 gigás videókártya, 4 giga RAM mellett egy i5-ös processzorral is ugye elfut maga a játék, hát meg fogjuk látni, hogy ez valójában így van-e vagy sem. És ugye, mint ahogy mondtam, most ugye szeptember 18-án jelent meg a játék, tehát egy pár órája van úgymond kint. Sőt, szerintem lehet, hogy nincs egy órája se. Éppen is gyors lecsaptam, és már töltöttem is le. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele, ne nagyon beszélgessünk. És nézzük, hogy mit tudunk kihozni ebből. Aha, tehát itt már azért jobban lehet customizálni a karakterünket, elvileg. Hát valamink ezen a szép szál fehér kigyúrt bácsinál. Mi ez a narancssárga bőr? Jó, legyen ez. Hajs stílust azért megnézzük. Hát vannak itt azért érdekes hajak is. Köszönjük szépen. Marad ez az enyhén. Jól kinéző, itt ruházatot is tudunk váltani? Így van. Game over, halálfejes, hát nekem ez ami úgy igazán tetszik. Mondjuk ezzel a feketével. Cipőből is azért van választék. Van egy sport, vadász, csuka, amit akarsz, legyen ez. Jó. Marad így a bátyánk. Aha. Biodízel. Halló? Legyen úgy. Gunsmith. Boxoló. Farmer. Azt a mindenit. Ezt fogjuk választani. A hápizás szerintem az mindig fontos egy játékot, tehát hogy azért arra figyeljünk. Oké, hát szerintem csapjunk is bele. Szeretnénk-e lejátszani a tutoriált? Szerintem játsszuk le, hogy aki esetleg még nem látta, az tudja, hogy miről is szól a dolog. Kíváncsi vagyok, hogy az egér megjavult-e. Igen, talán úgy látom, hogy most ez jobb, mint a múltkor, úgy, hogy félre kellett kattintani. Kicsit, hogy működjön. Ugye ezzel tudjuk forgatni a kamerát, igen, tehát ugye erre emlékszünk még.
Ugye ezzel, amerre nézünk, arra megyünk. Space a jump, meg ugye át tudjuk ugrani ezt is. Jó. Igen, ugye lent vannak a kaja, pia, egyéb dolgok. Ahogy kaptunk egy kötszert is. Igen, hosszan kell nyomni az F-et, ezt mindig elfelejtettem. Igen, ugye ez ugyanaz, tehát hogy a... Fölveszük a három aksit. Oké. Ezt kidobtuk. Szép piros sapka. Igen, ezt a múltkor is... Igen, tehát hogy az egér az nem úgy érzékelt, ahogy az kellett volna. Az energiánk az lefogyott, meg a HP-nk se valami sok. Azt nem érjük viszont mennyit állít helyre. Persze van iránytű, oké. Mi van akkor, hogyha ezt elhasználom? Akkor 37-re gyógyítsak vissza, tehát hogy az is gyógyít, csak nem olyan sokat. Oké, volt még ott valami pia. Likör. Mi van, hogyha elhasználjuk? Nem használjuk most el. Igen, erre emlékeztem, hogy a középső egergomba ugye meg tudjuk csinálni ezt a kivégzést. Az fönt van. Most el is használta, vagy csak használt belőle? Nem, ezt el is használta. Pedig abban már nincs más.
Oké, ezt átdobjuk, ugye ez a táska, ez nagyobb. Oké, okay, ez tiszta sor. Itt így szenvedtünk az őzzel a múltkor, mire lelőttük. Megint nem töltöttem újra. Oké, okay, most ez megborult egyből. Igen. Ezeket be kellett dobálni, ugye ez a indító motor, ugye az akkumulátor, az üzemanyagpumpa, meg a szíj. Nyomtunk rá egy javítást. Ugye akkor valamennyire följavította. Meg itt úgy tudunk bele tölteni üzemanyagot. Utána pedig hosszan effe be tudunk pattanni. És tudunk vele csapatni. Meghaltok! Az mi volt? Az autóvezetés egy picit nekem fura. Oké, átmentünk rajta. Az is meghalt. Nem húzzuk be a kéziféket, de előfordul. Úgy ugyanezt tudtuk ugye megcsinálni az én, tehát hogy itt lehet vágni szépen a fákat. Mondom, ez majd a bázisépítés egyik alapköve lesz. Aha. Oké. Okay. Mivel is dobod le, tesó? Drop log. Amúgy ezt nem tudom betenni a izébe, tehát hogy így... Akkor inkább ezt dobjuk el, így van. Jó, igen, itt ezt a horgásztat a múltkor megnéztük, ez annyira nem... Nem volt szimpatikus. És beállítást nézek még, hogy ilyen, hogy... Facing. Uffon van pedig. És még olyan, mintha megjelenne egy csík, de... Igen, ugye ezt föl tudjuk törni. És meg kellett javítani tényleg itt a fegyvert. Már nem emlékszek, hogy hogy. Szólni kell a cuccot, ahogy máshogy így van.
tényleg itt a skilleknél ki kellett oldani a lockpickelést. És akkor utána ezt itt. VS-e? Oké. Gázmaszk, betöri, cigi. Taktika, de ezt miért nem tudom áttenni? Tehát, hogy az Iris így... Revolver. De például a pisztolyt be tudjuk tenni. Csak az... Ó, már túl is súlyozottunk, oké. Van az 50-et elő. Hát... 56-os repair kit. Azt szerintem nem fog kelleni. Cigi. Szóval úgy látom, hogy a trédelésnél lesz jó. Jó, hát a többit itt hagyjuk, hogy nem tudjuk elvinni. Ezt is csak le. Csak ez egy taktikásabb, igen, csak azért. Mikorek rossz a minősége, de nem baj. Ugye idáig tudtunk eljutni a múltkor. Oké. Okay. Hát ennek a felelősebb tréfa mondjuk. De baromi sokan vagytok! Miért nincs menelőszer? Jó. Oké. Értem a célzást. Meg fogunk halni. Hol a balta? Mi az, hogy inventory full? Ne idegesítsél már. Hogy tudjuk eltenni a fegyvert? Arra már nem emlékszek. Majd most. Oké. Okay. Valahogy kapcsoltam lámpát, ne kérdezzétek, hogy hogy. Téve. Semmi nincs. Szétverni valamit. Jó, hát ez egy elég elhagyatott hely.
Oké. Itt áll egy teherautó persze, mert miért ne? Ennyi a játék? Ne idegesítsé. Oké. Okay. Airdrop. Az fontos. Minden harmadik napon kérhetünk airdropot. Szerintem hagyjunk mindent normálon. És lássuk. XP and skills. Majd át fogjuk nézni azért nagyjából, mikor milyen skillek vannak. Most csak ilyen kis lájtos ismétlés volt, hogy ez ugyanis működik. Azt ide halljunk meg az első két percbe. Aha, tehát hol kezdünk, azt is ki tudjuk választani. Nem is olyan rossz az a ház. Kevés. Hát, ugye ezt ajánlja a kezdőknek. Legyen ez. Van egy aksi. Lehetne egy olyan gomb, ami megnyomásával látom, hogy mi az, ami lootolható. Equip. Ez ad armort viszont. Jó, hát ez mondjuk azt, hogy nem olyan rossz ez a hely. Tehát, hogy rögtön kapunk egy kis alapcuccot. Térképünk van-e? Nincs. Radio Tower. Gondolom, oda kell eljutni. Ezek amúgy milyen nyersanyagok? Ez bányászható, azt látom. Hú, és át lehet durni ezt is. Gázmaszk. Csoki, csoki. Hát az nem egy nagy táska, ami nálunk van. Nagyon merek messzire elkolbászolni egyelőre. Oké, mik azok, amik vannak? Skill. Harc. Ez itt a survive. Na, az igen. Jó. Ó, ez a kocsi, ez használható amúgy. És használható lesz. Van, egy önindító az van benne. Minden más gondolom meg kell találni. Az ott mi? Stone. Ez fontos.
Logged. Van egy nyuszi. Nyuszi az nem baj. Van egy táska. Aha. Itt van egy jó kis fejsze. Aksi és repair kit, meg van távcső. Jó, ezt nem kell. Aksi az jobban kell. Halló? Mi történt? Játék? Oké. Okay. Ezt ne kérdezzétek. Oké, okay, ugye aksi. Ez nem a legjobb amúgy aksival, de... Igen. Följavítjuk valamennyire egy kicsit. Jó. És innestől fogva, hogy pakolhatunk a hátuljába. Tudom, minek hoztam el azt a másik kalapácsot, de mindegy, ne is kérdezzétek. Ez mi amúgy? Ez. Ez nem kell. Valami szöges ütlegelő fa. Nem mondod, hogy be lehet mászni, úgyhogy ha be van zárva a ház. Ez tök zsilett. Én szerintem ez már az jön. A piros sapka, az fontos. Hát, nem mondanám, hogy ez a tej. Itt vagy gerjesztő lesz. Nem tudunk még itt lootolgatni, hát ebben pont nincs semmi. Haló? Valami? Ezt be tudnám rendezni magamnak? Amúgy. Tehát így akár itt... Akár itt lakhatnék is. Oké. Okay. Ezzel még lehet, hogy elgondolkodunk, hogy ezt a házat akkor belepjük. De azt nem mondtam meg a játék. Aha, itt vannak a cuccok. Jó. B betűvel elfelejtettem, hogy hogyan tudunk építeni. Wood sheet metal, igen. Ugye ez az alap, ugye a tábortűz.
ugye ez sincs elég cuccunk. Az a kérdés, mutat a térkép? Mutat, jó. Tudunk rá zoomolni? Hogy ne tudnánk. Itt vagyunk mi. És hogyha azt mondom, hogy... Aha. Oké. Hát letettem egy pár makert, az hogy kell eltávolítani? Oda is lerakott egyet. Oké, szerintem ez lesz a törlés, nem? Ah, itt el van csúszva viszont az egér. Mondjam, hogy ezek mit lennének. Most egy picit bolyongunk az erdőbe. Ez nem a térkép szél, ez itt az út. Ajaj. Erről nem volt szó. Mercit! Az. Hú, de jók vagyunk. És amiknél így van táska, az nem? Az nem ad semmi? Oké, ez kabát, cipő... Milyenek? Elvileg úgy tudom, hogy van benne kereskedő is. Nézzük már ezekből, nem tudom amúgy kiszedni a cuccot. Ha esetleg olyan cucc... Aha, ebbe aksi van 85%-os. Az jó, emebből esetleg. Nem, ez zárva van. Tehát ez lockpick kellene. Majdnem szétvertem ezt az ütőt. Ezek ilyen bányászható nyersanyagok, de kíváncsi vagyok, hogy mennyi van majd benne. Tehát, hogy az is érdekes lehet, hogy mennyit fog tartalmazni. Aha. Aha.
Jó, hát ez így nem jó. Ez így nagyon nem jó. Írd már ki! Zíj, ez nagyon nem. Nagyon nem adja. Amúgy. Egyszer nem találtam el őket, az a probléma. Állt elő, sajnos. Azért azt a fejszét azt vinném. Nem jó. Jó, az egyből halt. Hát az így, ez nem, nem annyira. Ez nem annyira adja. Ki tudnánk vágni fát amúgy. Ez probléma. Oké. Itt volt ez a kis kocsi, amit elkezdtünk úgy összerakni. Hát, de minek jössz ide? Nem jó feleütök már megint. Ez is sok zombi amúgy. Kösd be magad, légy szíves. Ja. Hogy ezt így teszél, aha.
Oké. Ezt eldobjuk. Oké. Jó van. Oké. Ilyenkor vissza tudunk menni? Föl tudjuk venni a cuccunkat, jó van. Hát ez... nem volt benne a tervbe. Amúgy. Konkrétan. Merre megyünk? Még egy kis részt derítettünk föl. Erre fölfele kéne szerintem, igen, jó felé jövünk. Vannak állatok. Ki ugye a cívesző, csak azzal nem nagyon megyek semmire. Ez a probléma. És ez a problémám inkább. Ezt nem tudjuk lootolni, szerintem csak hátulról, de lehet, hogy akkor beindul a riasztó. Nem. Ezt tudjuk tisztítani. Ó, ez jó sok nyilvessző. Ez zárva van. Keresünk egy helyet, ahol be tudunk menni. De szerintem nem fogunk bemászni, mint a másikba. Hogy nézem. Ha kitörjük az üveget, akkor igen. Ez tetszik amúgy. Hát, hogy ilyenekre is figyeltek, hogy azért... De hogyha betöröd az üveget, akkor be tudsz mászni. Ammo books. A lőszer az mindig jó, hogyha van. Akkor itt lehetne egy fegyver is akár. Léci. És nincs. Nem tudom miért nyomja ennyire ezeket a ruházatokat, ezeket a télit meg ilyen ruházatokat, tehát akkor valószínű, hogy lesz hideg is. Tehát, hogy lesz tél. Vagy én erre tudok gondolni, mert ugye eléggé adja... Kéne tanulni ezzel célozni. Mellé. De nem találja el. Most. Hogy lehet ez a... ilyat célozni, haló? Még közvetlen közelről, hát annak mondjuk nem sok értelme lesz. Már kettő benne van.
Hajj már meg! Ki ez az ember? Azt a minden. Oké, tehát ez az íjazás, ez nem. Hát ez nagyon nem. Ez durva volt. Hány íjveszőt elövöldöztünk a semmibe? Ennyi íveszőnk van amúgy. Hát van bőven, úgyhogy hagyjuk. De azzal legyen tel az inventory, ha nem muszáj. Ez is egy repair kit. Elvileg erre bent van valami városrész. Vagy innen jöttünk? Az is lehet. Na, lehet, hogy innen jöttünk. Csepereg az eső. Aha, átváltott hidegre a jelzés. Ó, fázunk. Szuper. Ojjaj. Nem jó. Oké, level up voltunk, ez szuper. Ez nem víztisztító? Tehát, hogy ezt, ja, akkor ezt valahol majd föl kell használni. Oké. Okay. Ez meg kaja. Gázmaszk. Hát... Szintén szóval nem nagyon értem, hogy ide bejön is, srácok. Érdekes a játéknak a menete szerintem. Fázunk. Oké, számít, hogy milyen ruha van rajtunk. Ez mi? Rizs.
Kaja, pia. Nem tudom fölvenni, az baj. Ez droppold el, barátom. Nem, ezt itt meg! Nem már. Csak tudom fölvenni, hol elrébb jövünk. Ezt itt eldobjuk. És használ. Csak 90-et töltötte föl. Ez nem sok. Ez meg pont üres. Persze lök jarrébb. Trakkival nem lehet menni egy kört. Pedig jó lett volna. Aksi? Hát nem aksi kéne nekünk, valami más. Ez a minitomotor az van, tehát hogy ez nem probléma. Hát... semmi sincs az aksin kívül. Kár volt idáig eljönni. Jó, visszamegyünk ahhoz a... házhoz. Hűha! Hűha! Mennyi kell neked? Ez a hely, amit úgymond ilyen bázisnak kijelöltünk most egyelőre, ide fúj. Hova lett az autó? Ah, jó van, ez nem az a hely. Ah, egy pillanatra megijedtem. Nem állt, volt egy autó. És az a kérdés, hogy a zombik visszatermelődnek-e vagy sem. Meg jó lenne építeni is valamit. Itt vagyunk. Itt a kocsi, igen. Jó, oké. Van ebben egy cuccok. Nem tudok több mindent áttenni, tele van. Az baj. Akkor menjünk hátulra. Cooking fireplace, mi kell hozzá? Ki volt itt egy build menü? Szög. Stone wood stick. Vagy szerintem ezeket az építkezéseket majd a következő részben fogjuk megnézni, hogy mi micsoda. Ezek hogy fognak működni. Jó, tudom, hogy fázol, de majd megoldjuk, Jungi. Még semmi másra nem tudunk rákatni, de valószínű, hogy ezt meg ki kell skillbe húzzuk. Van itt tudnánk, mert van két skill pontunk. Perfect.
Kevesebb nyersanyag kell, ahogy hívják az, oké. Okay. Kilók. A HP-t azt nem baj, hogy azt választottuk, az már biztos. Statisztika. Crafting. Ó, itt is van craftingolós cucc. Nél bomb. Komoly. Tehát akkor két crafting is van. Quick slot. Ezt tudnánk csinálni zéből is. Fiberből. Oké, tehát két crafting is van. Vagy hát egy building, meg egy crafting is, gondolom utána tudunk. A két ilyen bogyó kell, és egy ilyen víz, és akkor tudunk csinálni zét. Jó. Na hát innen fogjuk folytatni, srácok. Kíváncsi leszek, hogy mit tudunk ebből kihozni, ugye még építgetni kellene majd dolgokat. Szerintem itt fogunk letelepedni egyelőre, és akkor majd utána belevágunk jobban itt a térképbe. Azért elég nagynak néz ki a térkép. Úgyhogy elég jól be lehet járni, és akkor itt van még a rádió tower. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor várok vissza benneteket legközelebb is. Addig is jók lehetek. Halljali, sziasztok!